Lumos. Üdvözöllek, örülök, hogy velem tartasz. Kérlek, hagyd most, hogy az elméd elvarázsoljon. Engedd le magad csecsemőpózba, egy varázslatos világba kalandozunk el, ami nem is olyan nagyon más, mint a sajátunk. Gyökereinktől, a kezdetektől indulunk. Hunyd le a szemedet, Dumbledore az önoltóval kioltotta a fényeket, és mi sötétben vagyunk. Veszünk három mély levegőt, lassan, egyenletesen. Mélyen be, lassan ki. Lazítsd el a tested, gondtalan gyermek vagy. Még egy utolsó mély levegő, és ki. Lassan felemelkedünk, még mindig csukott szemmel négy kézlábra, az átváltozó meggalagony macskájaként domborítunk és homorítunk, lassan, egyenletesen, négyszer egymás után. Belégzésre nyit a mellkas, homorít a hát, kilégzésre domborít, és préseljük, szorítjuk a hasunkat. Még kétszer megismételjük lassan, kontrollal mozgunk. Az önoltó újra kattan, kinyithatod a szemed. Hátraülünk a sarkainkra, villámcsapás pózba. Karokat tárjuk szét, majd fel a magasba. Oldalt lassan le, és elhajolunk jobbra. Jönnek szembe a megpróbáltatások, de mi elhajolunk, a bennünk élő erő leküzdi. Másik oldalra is elhajolunk, aztán megismételjük. A villámhegyhez hasonlóan talán mi is hordunk sebeket, láthatót vagy láthatatlant, ami egy veszteséget, fájdalmat, de ezáltal erőt is jelent. Magunk mögött összekulcsoljuk a karokat, nyit a mellkas és a nyak, őszintén nyíltan fogadjuk a világot, mély levegőt veszünk, feltárjuk a kezeket az ég felé, és elkezdtünk kapaszkodni, egyre följebb nyúlunk, nyúlik a gerinc, növünk, növekszünk. Még magasabbra nyúlunk, előre nézünk vagy a kezek közé, aztán összekulcsolnak az ujjak, eltoljuk magunktól, tenyerek kifordítva, falakba ütközünk. Feltoljuk a karokat, felfelé ismét teret találunk, aztán eltakarjuk az arcunkat, és kis golyóba lassan összegöngyölödünk. A kilátástalanság határán vagyunk. De akkor felemelkedünk, kezeket széttárva, és itt a remény. Megjött a levél. Négy kézláb helyzetbe jövünk, vissza, megérkezünk a Roxfordba. El kell döntenünk, hogy az iskolában melyik házat válasszuk. Jobb kezünket az ég felett árjuk, majd átfűzzük a bal kéz alatt, és kifordulunk. Ez a borz a Hugrabuk címerállata, a békés és bolond emberek háza. A bal kezetek pozícióját szabadon variálhatjátok. Nyit a mellkas, mély levegőt veszünk. Visszafele kibontjuk a pózt. Átfordulunk a másik oldalunkra, bal kéz emel először a magasba, aztán átfűz a jobb alatt. Mennyi békesség és mennyi bolondság lakozik bennünk. Figyeljük meg, mit súg a süveg, a belső hang. Nyújtjuk a hátat, köldöktől felfele fordulunk, ellazítjuk a testet. Visszafele kibontjuk a pózt, visszaemelkedünk, alátámasztunk karokkal közelebb a lábakhoz,
Beledomborítunk a hátba, veszünk egy mély levegőt, kilégzésre homorítunk, kinyújtjuk a nyelvünket, és erőteljesen kiengedjük a levegőt. Ötször megismételjük, ez az oroszlán légzés, az oroszlán a Griffendélház szimbóluma, ahol a bátraknak jut hely, és színe a narancssárga. Vajon érzünk magunkban annyi erőt, elhivatottságot és merészséget, mint ami ezt a házat jellemzi? Letesszük az alkarokat a földre, és megpróbálunk a könyökünkre támaszkodni térdekkel, törpe holló pózba, ami a hollóház szimbóluma, ahova bölcsek és okosak kerülnek. Van elég tudásszomjunk ahhoz, hogy ebbe a házba kerüljünk? Leengedjük a lábakat, végül elnyúlunk előre a karokkal, hátra a lábak, ebbe a kígyó vagy kobra pózba, ami a Mardekár szimbóluma, a törtető emberek háza, akik sokra akarják vinni az életben. Találjátok meg azt a helyet a kezeiteknek, ami számotokra a legkényelmesebb. Lehet akár swing tartás, a lényeg, hogy ne erőltessük meg a derekunkat. Ki érzi úgy, hogy ebbe a házba tartozik? Visszahúzzuk magunkat csecsemő pózba, a matrac végére is veszünk három mély levegőt. Orron át be, szájon ki. Ha megvolt, a matrac elejére hoppanálunk. Belégzésre elnyúlik a hát, kilégzésre lehajolunk. Belégzésre felemelkedünk és nyújtózunk az ég felé, aztán tenyereket összeérintve hozzuk le magunk elé a karokat, kilégzés. Megemeljük a kezeket belégzésre és vele a jobb lábat hajlítva, majd betesszük a combunkhoz. Ha magasabbra szeretnénk, igazítsuk helyre. Hatalmas fúria fűzként állunk most itt. Három mély levegőt veszünk, erős a törzsünk, a talpaink, mintha legyökereznének a földbe. Most pedig seprőre szállunk, hívjuk magunkhoz a lábunk, fel. Tartjuk az egyensúlyt, erősek a hasizmai, nyújtózkodunk háttal fel az ég felé, és próbáljuk közelebb húzni magunkhoz a lábfejünket, lehet hajlítva is a térd. Mély levegőt veszünk, kilégzésre letesszük. Visszatérünk a fűzformába a másik oldalon, betesszük a talpat a combhoz, és akár mozoghatnak is az ágvégeink, hisz a fúria fűz nyughatatlan fa. Mély levegőbe, és ki. Letesszük a lábat, de újból a seprűt próbálhatjuk megemelni és minél magasabbra tartani. Egyensúlyozunk vele, figyelünk a törzsünkre, hogy erős legyen. Mély levegőt veszünk, és kilégzés. Letesszük a seprünket, és magasra nyúlunk belégzésre. Fűzfa pálcák vagyunk, amelyből most átváltozunk gyíkká, feraverto. Kilégzésre lehajolunk, belégzés elnyújt a hát. Jobb lábbal hátra lépünk, leengedjük a csípőnket, lesüppedünk a talaj felé, megnyitjuk a medencét, lassan lélegzünk, és képzeljük el, hogy olyan hajlékonyak vagyunk, és rugalmasak, akár egy gyík. De nem akár milyen gyík vagyunk, hanem egy galléros gyík, és ennek révén most megnyitjuk a gallérjainkat, háromszor kitárjuk a lebenyünket, hátra nyitva a mellkast, kiterjeszkedünk, belégzés itt, kilégzésre visszazárunk, belégzésre újra nyitunk, visszazárunk.
még egy utolsó belégzés, és vissza. Előre lépünk a matrac elejére, visszaváltozunk fűszfavesszővé, belégzésre emelkedünk, kilégzésre lehajolunk, ferevertó, belégzés, elnyújt a hát. Bal lábbal lépünk hátra, és gyíkká formálódunk. Megnyitjuk a medencét, lassan lélegzünk. Elringathatjuk a csípőt egyik-másik oldalra, vagy föl-le. Aztán háromszor megnyitjuk magunkat, és a gallérunkat széttárva veszünk mély levegőke. Belégzés, és ki. Belégzés, és ki. Belégzés, ki. Előre jönnek a kezek, visszaváltozunk vesszővé, belégzésre, nyújtjuk a felső testet, kilégzésre lehajolunk, belégzésre felemelkedünk. Nyújtjuk a testünket fel magasra, kilégzésre ferevertó saspóz, lábakkal keresztbe, erős a törzs, térdeket hajlítjuk, és ha már sas, akkor repüljünk. Karokat széttárva a szélnek feszülnek a szárnyaink, és akár repdeshetünk is velük finoman, rugózva. Belégzés, és ki. Visszaemeljük a lábat, majd újra vesszőként nyúlunk az ég felé. Mély levegő, kilégzésre másik láb jön keresztbe, sassá alakulunk, ferevertó. Szárnyainkat kitárjuk a szélnek, és magasan kezdünk el szállni. A láb stabil, az erőközpont a törzsben bekapcsolva. Finoman rugózunk. Lassan visszaemel előre a láb, karokkal nyúlunk fel, és letesszük, kilégzés. Újra seprűt ragadunk, ezúttal fel is szállunk, megtaláljuk az egyensúlyt, magunk alá vesszük, és hátra küldve a lábunkat, felszállunk a seprű nyílen. Képzeljük el, hogy előre húz a fejünk abba az irányba, amerre haladunk, amerre szállunk. Bal kezünket leengedjük a talajhoz, jobb feltár az ég felé, és ahogy megfordultunk, meglátjuk a fénylő holdat az égen. Erősen kapaszkodunk, és fordulunk visszább, és visszább, hogy meglássuk a teljes pompájában. Behajlítjuk a bal lábunkat, és hátra lépünk a jobbal. Letesszük a térdet, új hold póz, megformáljuk a holdat, amit az imént láttunk. Megnyit a mellkas, mély levegőt veszünk. Érezzük, ahogy fénylik, világít bennünk ez az égi test. Előre támasztunk, és hátra lépünk, lefele néző szellemkutya. Kipedálozzuk a lábakat lassan, vagy lehetnek hajlítva, erősek a karok, tolnak a talajba, egymásnak feszülnek. Távolítanak a lapockák, és behúz a has. Majd előre hoppanálunk a matrac elejére. Kilégzéssel lehajol. Újabb belégzés, felnyúlunk. Aztán a seprő után nyúlunk, megemel a bal láb, lehet hajlítva is, nem nyílegyenesek azok a seprők sem. Megtaláljuk az egyensúlyt, magunk alá vesszük, hátra küld a láb, repülünk a seprűvel, mély levegőket veszünk, és csodáljuk a tájat, az égboltot, ami körülvesz minket. Letesszük a jobb kezünket, és fordulunk egy nagyot, nézünk a hold irányába, fel az ég felé,
ha megy. A lábunk lehet hajlítva is. Mélyen belehajlítunk a jobb lábba, hátul letesszük a bal térdet a földre, új hold póz, megnyit a mellkas, ezen az oldalon is szépen ível az egész test. Magasra emeljük magunkat, megnyitjuk a mellkast, erősek a hasizmok, hogy védjük a derekunkat. Egymásnak feszülnek a combok is, még egy levegő. Előre hozzuk a kezeket, kilégzéssel letámasztunk, és hátra lépünk, átformálódtunk lefele néző vérfarkassá. Hosszan nyújtjuk a hátat, erősek a karok. Sarkak közelednek a talaj felé, behúz a has. Kilégzésre a matrac elejére hoppanálunk. Homomorfusz. A vérfarkas háta elnyúlik, és lassan felegyenesedik belégzésre. Kilégzés, kezek a szívhez. Visszaváltoztunk. Bal lábbal kilépünk hátra. Nagy terpezbe, pókpózba, mélyen hajlítunk a térdekbe, előre hajolunk, és a kezeket magunk előtt keresztbe tesszük. Megjárathatjuk a kis póklábainkat. Nyugodtan mozgathatjuk az egész formát is. De miért ne követhetnénk inkább pillangókat? Ez a mi világunk. Közel lépdelünk, leülünk a fenekünkre, és összeérintjük a talpakat. Pillangó póz. Belégzésre elnyújtjuk a hátat, kilégzéssel leengedjük magunkat. Belégzésre felemelkedünk, megrebdestethetjük a pillangónk szárnyait, vagy maradhatunk előre hajolva, akár egy mozdulatlan ülőhelyzetben is. Ami jól esik, kapcsoljuk be a fenék izmait, előre dőlhetünk akár alkarokra támaszkodva, vagy könyvekre. Belégzésre feljövünk, lábakat keresztbe téve magunk mögé küldjük őket, béka póz, vagy ez esetben varangyudvaként, elterülünk és átmozgatjuk a medencénket. Előre, hátra, de akár mozdulatlanul is maradhattok ebben a helyzetben. Mély levegőt veszünk, és felkészülünk a merülésre. Hátra hozzuk egy pillanatra csecsemő pózba a formát, veszünk egy mély levegőt, és szájon át kifújjuk. Bal lábbal előre hajlítunk, készülünk a sellőkhöz. Lassan ereszkedünk a víz alá, ellazulunk. Veszünk egy mély levegőt, újabbat rá, és bent tartjuk. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Lassan kiengedjük a levegőt. Felemelkedünk, és felsejlik egy sellő a távolból. Hátra nyúlunk a kezünkkel a lábunkért, vagy csak nyújtjuk, vagy felvesszük a sellőpózt bármely formájában. Nyitjuk a mellkast, nyújtjuk a gerincünket, belégzés, és ki. Bontjuk a formát, hátra támasztunk csecsemő pózba.
egy levegővétel erejéig mélyen be, és akár szájon át kiengedhetitek a levegőt. Aztán tovább úszunk, jobb lábat előrevéve lassan mélyebbre merülünk, hogy még egy sellőt megpillantsunk. Engedjük, hogy a fantáziánk vezessen. Nagy levegőt szívunk a tüdőnkbe, és bent tartjuk. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Lassan kiengedjük a levegőt. Visszaemelkedünk bal lábért múlva, sellőt formálunk, mély levegőt veszünk. Elnyújtjuk a hátat, erősek a láb izmai, a farizmai és a hasizmai is, hogy védjék a derekunkat. Kilégzésre bontjuk a pózt, hátra lépünk csecsemő pózba. Mély levegő, kifúj. Karok és lábak maradnak a talajon, felemeljük a csípőnket a magasba, és a fekete tó hullámait végigvisszük a testünkön. Lábujjhegyekre fel, előre lök a sodrás, majd visszacsap. Négyszer megismételjük egymás után, lassan, kontrollal mozgunk. Aztán maradunk lefele néző szellemkutya pózban, erősek a karok, egymásnak feszülnek, lapockák távolítanak egymástól. Has behúz, és a sarkak a föld fele igyekeznek. Megemeljük a jobb lábunkat, felkészülünk a harcra. Előre hozzuk a kezekhez a lábfejet, harcos, mágus póz, nyit a medence, pálcát is ragadhatunk. Szavak nélküli varázslást alkalmazunk. Hátrahajlunk egy átok elől, lassan a resto momentum, belégzés. Újabb támadást indítunk, és újabb védekező hátrahajlást végzünk el. Belégzésre hátra, kilégzés visszafordulunk. Letehetjük a pálcát, belehajlítunk a jobb lábunkba, és legugolunk. Vulnera Sanentur. Meggyógyítjuk a sebeinket. Előre fordulunk a matrac eleje felé, belégzés, jobb láb hátra lép, szellemkutya, kilégzés. Megemel a bal láb magasan, belégzés, felkészülünk újra a harcra. Majd előre lépünk a kezek közé. Harcos mágus 2, belégzés, karok nyújtanak ellenkező irányba, magunk elé fókuszálunk. Lankadatlan éberség. Lassan elhajolunk a támadás elől. Arresto momentum, belégzés. Újra támadás. És elhajolunk. Visszaérkezünk középre, aztán áthelyezzük a testsúlyt a jobb lábba, belehajlítunk és legugolunk a sérüléseinket begyógyítani. Vulnera Sanentur. Leengedjük a fenekünket, egymás mellé helyezzük a lábakat,
veszünk egy mély levegőt belégzésre, kilégzés előre hajlunk, elnyújtjuk a testet, és hagyjuk gyógyulni a sebeinket. Veszünk még itt három mély levegőt, akár szájon át kiengedve tisztító levegővételként. Ezután a hátunkra fekszünk. Levi korpusz. Megemeljük a lábakat, fejjel lefele fogunk lógni, gyertyapózban. Hagyunk teret a nyaknak, tudjunk lélegezni, el tudjuk végezni a feloldó bűbájt is majd. Próbáljátok ki, hogy tudtok-e beszélni könnyedén ebben a pózban, és fölfele nyúlnak a lábak, mint hogyha valaki fogná a bokáinkat és húzna fel-felfele. Hogyha tovább vinnétek ezt a pózt, akkor leengedjük a lábakat a fej mögé. Mély levegőt veszünk. Erősek a törzs izmai. Akár be is hajlíthatjuk a térdeket fülszorító pózba. Fejjel lefelé lógunk. Ha maradtatok gyertyában, és úgy érzitek, lassan visszaérkezhettek. Bontjuk a fülszorító pózt is. Visszaemelkedünk gyertyába, veszünk egy mély levegőt. Kilégzésre libera korpusz. Lassan visszaengedjük a testet fekvő helyzetbe a matracra. Ellazítjuk minden porcikánkat. Hagyjuk, hogy átjárjon minket az érzés, ami most hatalmába kerít minket. Legyen az bármi, éljük át. Hagyjuk átitatni magunkat az érzéssel. Az oltalmazó patrónusom most körülvesz minket. Biztonságban és szeretetben vagyunk itt. Ez a világ, az otthonunk, ez a világ, amit mi teremtünk magunknak. Bármikor visszatérhetünk hozzá. Köszönöm, hogy velem tartottatok. Nox.